Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tartani tudjuk a gazdasági növekedést. Az infláció ellenére is stabil a magyar gazdaság. Mohács 500 logó és kisarculat szakmai felhívás. Az istentiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani Nagy Árpádon. 30 pályamű érkezett az építészeti tervpályázatra. Lantos Ferenc neve fémjelzi a fiktív múzeumot. Háromnapos kihelyezett ülést tartott a magyar kormány. Ezt követően adott tájékoztatást a tárgyalt kérdésekről a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfó keretén belül elmondta, hogy tartani tudjuk a növekedést, akár 1,5%-kal is emelkedhet a gazdaság. Kiemelte, hogy a magas infláció ellenére a reálbérek is megemelkedtek, és a 13. havi nyugdíj folyósítása is rendben zajlik. Az inflációt leszorítsuk, a munkahelyeket megvédjük, és ne engedjük recesszióba süllyedni a gazdaságot. Ezek az idei év legfontosabb feladatai, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A tájékoztatót a háromnapos kihelyezett kormányülés után tartotta Gulyás Gergely, ahol beszámolt arról, milyen kérdéseket tekintettek át a döntéshozók. Mint mondta, a gazdasági helyzetet is megvitatták, Magyarország pedig teljesíti, amit ígért a magas infláció ellenére is. Ez két dolgot jelent, talán ez a legfontosabb, hogy az elmúlt évi magas infláció háború adott szankciós válaszok ellenére mind a nyugdíjasoknak teljesítettük az ígéretünket, mind pedig a munkavállalóknál az átlagos béremelkedés meghaladta még az egyébként magas inflációt is. A végleges adatra még várni kell, de összességében jó néhány százalékkal magasabb volt a reálbéremelkedés országos átlagban, mint amennyi az infláció volt. A 13. havi nyugdíjat is folyósítják, az rendben zajlik, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Az ipari és mezőgazdasági fejlesztések folytatása pedig elengedhetetlen a gazdaság növekedését illetően, amelynek legfontosabb pillére az energiaellátás biztosítása. Külön foglalkoztunk az ország energiastratégiájával, egy 2030-ig tartó energiastratégiát tekintettünk át Lantos miniszter úr előterjesztésében. Ebben továbbra is jelentős szerepet fog játszani az atomenergia, a megújuló energiák, ezen belül is a napenergia, és nyilván hálózatfejlesztésre van szükség. A miniszter kiemelte, tartani tudjuk a gazdasági növekedést. Egyre többen támasztják alá azt az előrejelzést, hogy 1,5%-kal emelkedik a gazdaság. Szakértők szerint pedig az idei év végére már egyszámjegyű lesz az infláció mértéke. Meghirdették a Mohács 500 elnevezésű logó és kisarculat szakmai pályázatot a Csata 2026-os jubileumi évfordulója alkalmából. A nyílt, de részben meghívásos felhívásra április 15-ig várja a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. A pályaműveket kizárólag elektronikus úton. Az öttagú zsűri legkésőbb május 31-ig dönt. A nyertes pályázó nettó 400 ezer forint díjazásba részesül, de hirdetnek második és harmadik helyezettet is. Három év múlva ünnepeljük az ország egyik legismertebb történelmi eseményének, a Mohácsi csatának az 500. évfordulóját. A 2026-ban esedékes, jelentős eseménysorozat főbb arculati elemeinek kidolgozására pályázatot hirdettek a Mohács 500 projekt keretében. A lebonyolító, szervező a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. Egy nyílt, de részben meghívásos pályázattal az ország és az országnál, hogy mondjam, hogy a mai országhatárokon kívül is gondolkodunk, olyan alkotókat, grafikusokat, művészeket vagy tehetséges embereket várunk erre a pályázatra, akik megfogalmazzák azt, hogy ők milyen arculati elemeket látnának szükségesnek a Mohács 500 projekthez rendelve. Nyilván ez elsősorban egy logópályázat, meg egy kis arculatpályázat, és utána, hogyha ezek közül a zsűri kiválaszt egy jót, amire úgy ítélik meg, hogy akkor ez legyen ennek a nemzeti ügynek a jelképrendszere, akkor egy egész komplet arculatot ki kell majd ehhez dolgozni. A felhívásra április 15-ig várják a pályaműveket kizárólag elektronikus úton. A grafikai és turisztikai szakemberből, történészből, valamint a kiíró és a szervező képviselőjéből álló öttagú zsűri legkésőbb május 31-ig dönt majd. Nyilván ez elsősorban egy logópályázat, meg egy kis arculatpályázat, és utána, hogyha ezek közül
a zsűri kiválaszt egy jót, amire úgy ítélik meg, hogy akkor ez legyen ennek a nemzeti ügynek a jelképrendszere, akkor egy egész komplet arculatot ki kell majd ehhez dolgozni. Azt várjuk, hogy nagyon sokan rámozzulnak erre a kezdeményezésre. A nyertes pályázó nettó 400 ezer forint díjazásban részesül, de hirdetnek második és harmadik helyezettet is. A múlt héten 38 ezer embernél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedést a figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései szerint, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentésében csütörtökön. Azt írták, az év 5. hetében 244 ezer ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 38 ezernél influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Utóbbiak közül a betegek 44,3%-a gyerek, 28,6%-a 15-34 éves volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 18,7%-a, 8,4%-a pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Az adatok szerint január 30-a és február 5-e között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz forduló gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Kiszámítható és takarékos. Ez a két szó jellemzi a Baranya vármegyei önkormányzat idei költségvetését. A megemelkedett költségeket is tudják így kezelni, mondta Őri László elnök, aki arról is beszélt, hogy emiatt a téli időszakban az üléseket sem a közgyűlési díszteremben, hanem a vármegyeháza egy kisebb tárgyalójában tartják. Fejlesztési ügyekben is döntést hozott a képviselőtestület 6 baranyai település fejlesztésének a sikeres lezárásához. Javasoltuk a kormányzati többlettámogatás biztosítását összesen 338 millió forint értékben. Ez érinti Mohácsvárosát, Komlóvárosát és több kisebb települést megyeszerte. Fontos fejlesztések sikeres lezárásához javasoltuk a kormányzati támogatást. Ezek között van épületenergetikai fejlesztés, csapadékvízelvezetés és zöldváros projektnek a lezárása is. Egy korábbi sajtótájékoztatón a városvezetők részéről elhangzott, hogy terveznek ugyan béremelést a Tükebusznál, de ennek mértékéről és mikéntjéről még tárgyalnak. A cégnél működő érdekképviselet a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet szerint 20%-os emeléssel lehetne megoldani a sofőrhiányt, és ezzel elejét venni a járatkimaradásoknak. Az elmúlt évben több mint 3,1 milliárdot fizetett ki a város a Tükebusznak, ezt közölte Ruzsa Csaba alpolgármester egy nemrég megtartott sajtótájékoztatón, amelyen az is kiderült, hogy idén 1,7 milliárdot irányoztak elő kifejezetten a vállalatnak, ám mellette még a közel 1 milliárdos bérfejlesztési alapból is kaphatnak, ami több céget is érint, valamint más alapokból is juthatnak forrásokhoz. Napok óta dolgoznak a szakemberek a hétvégi ítéletidő során megrongálódott templom helyreállításán Nagyárpádon. A tetőszerkezetből a keresztet daru segítségével kiemelték az ácsok, aztán újra lécezték és cserepezték a megsérült részeket. Az Isten tiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani. Helyi összefogással, rohamléptekkel halad a szombati vihar során megrongálódott nagyárpádi katolikus templom helyreállítása. Mint arról beszámoltunk, a szakrális épület sisakján lévő kereszt lezuhant, és belefúródott a tetőszerkezetbe. Kedden délután ácsok daru segítségével emelték ki a keresztet, másnap pedig már a tetőjavítását is megkezdték, a padláson lévő és a helyiektől kapott cserepek felhasználásával. Helyi lakosként kaptam felkérést, hogy a viharkár utáni templom kereszt beszakadást javítani kéne, és mivel helyi születésű vagyok, én úgy éreztem, hogy ezt akkor meg kell segítenünk megcsinálni. A tegnapi nap egy autódarú segítségével kiemeltük a keresztet a templomból. A mai nap folyamán pedig a lécezés, újra lécezése, a cserepezés, helyreállítás megtörténik. Ezután a sisakot vissza kell bontani és újra felépíteni, mielőtt visszakerülhet a templom tetejére a kereszt. Az Isten tiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani.
Harmadával nőtt a belföldi foglalások száma 2022-ben az azt megelőző évhez képest, írja a közleményében az egyik legnagyobb szállásfoglalásokkal foglalkozó portál. Leggyakrabban a két éjszakás és egy éjszakás kikapcsolódást választották a vendégek. Ezekben a kategóriákban a legnagyobb a változás is. Előbbi esetben 41%-kal, utóbbinál 46%-kal több foglalás érkezett 2021-hez viszonyítva. Az egyfőre eső éjszakánkénti átlagár 11.000 forint volt tavaly, ami 13,3%-os emelkedés 2021-hez képest. Tovább erősödött a wellness iránti kereslet, minden harmadik megtett foglalás wellness szálláshelyre szólt. A vendégek harmada hotelt, negyede apartmant, ötöde vendégházat, 15%-a panziót választott, további 5% pedig egyéb szállástípus mellett tette le a voksát. A települések ranglistáját a főváros vezeti, Siófok, Eger, Hajdúszoboszló és Szeged követik. Pécs, Gyula, Hévíz, Balatonfüred és Zalakaros sorakoznak az élmezőny mögött. A belföldi turisztikai attrakciók közül jellemzően a fürdők, várak és kastélyok voltak a legnépszerűbbek tavaly. A pécsi kötődésű művész Lantos Ferenc ihlette azt az építészeti tervpályázatot, amelyet a Magyar Művészeti Akadémia hirdetett 40 év alatti fiatal építészek számára. A felhívásra összesen 30 pályamű érkezett, amelyből 11 alkotás érdemelt díjat a bírálóbizottság döntése szerint. A résztvevőknek egy pécsi fiktív múzeum épületét kellett megtervezniük. Idén 10. alkalommal hirdette meg a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata a tervpályázatát. A felhívásra összesen 30 pályamű érkezett. A bírálóbizottság többszöri áttekintés, majd vita és elemzés után többségi szavazással döntött az egyébként 11 díjazottról. Bár pontos előírásoknak kellett megfelelniük a pályázóknak, a zsűri nem volt szigorú az értékeléskor. A legszabadabb és a hogy így mondjam, elvetemültebb ötleteket is tudjuk díjazni. Természetesen akik fődíjakat kaptak, azok megfelelnek mindenben a kiírás előírásainak, hogy ugye szó ne érje a ház elejét, de külön díjakkal jutalmaztuk azokat is, akik nem, viszont önálló ötleteket, gondolatokat, vagy nagyon szép művészi megoldást kínáltak. A pályázati kiírás olyan javaslat készítését tűzte ki célul, amely egy fiktív épület tervezésére irányul. A munkák Lantos Ferenc munkásságát és a természet erős kapcsolatát mutatják be. Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy a 40 év alatti fiatal építészeket szeretnék helyzetbe hozni. Kitűzött cél volt az, hogy egy majdani pályázat is adjon gondolatokat, ötleteket ez a üzletpályázat, amit önök megcsináltak. És azt gondolom, és ez fontos dolognak tartom, hogy ezek a tervek mindegyike, de nyilván a fölmagasztosult tervek alkalmasak arra, hogy egy közösségi beszélgetést elkezdjünk. Kiosztottak 3 fődíjat, 5 elismerést, valamint 2 külön díjat és 1 kiemelt díjat. Az alkotások jól bemutatják a pályázók szakmai tudását és kreativitásukat. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság összehangolt sebességmérést tartott kedden a 6-os főút Pécs és Szigetvár közötti szakaszán. Összesen 4399 járművet ellenőriztek, aminek során nem csak sebességtúlépéssel találkoztak, más közlekedési jogsértések is nagy számban fordultak elő. Sebességtúlépés miatt 31 esetben összesen 840.000 forint értékben szabtak ki bírságot, egy esetben szabálysértési feljelentést tettek, 7 esetben pedig az objektív felelősség elve alapján bírságoltak. A rendőrök drónt is bevetettek, amely segítségével más közlekedési jogsértéseket is kiszűrtek. Több esetben intézkedniük kellett a jármű nem megfelelő műszaki állapota, biztonsági öv használatának elmulasztása, záróvonal figyelmen kívül hagyása, illetve a kötelező haladási irányra vonatkozó utasítás megszegése miatt is. Péntektől tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára a holtankoljak.net információi szerint. A benzin esetében a hét második felében nem lesz változás. Holnaptól átlagosan továbbra is 615 forintért tankolhatunk majd 1 liter benzint, ugyanennyi gázolajat viszont a jelenlegihez képest olcsóbban, átlagosan 640 forintért szerezhetünk majd be országszerte. Így a gázolaj is egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a legolcsóbb töltőállomásokon beérjen 600 forint alá a literen ára. A benzin esetében pedig már most is van lehetőség olyan töltőállomást találni, ahol 599 forintért tankolhatunk 1 litert. A régió híreivel folytatjuk.
Szerencséje volt annak az autósnak, aki a vasúti átjáróban a pirosan villogó lámpa ellenére mégis áthajtott a sineken. Néhány pillanaton múlt csak, hogy nem történt tragédia az esetből. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a tilos jelzés a gyalogosokra és a biciklisekre egyaránt vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. Fékezés nélkül hajtott át a sineken az autó. A felvételt egy rendőrségi drón rögzítette az 56-os főúton Tolna vármegyében. A videón jól látható, hogy a lámpák pirosan villognak, a sofőr mégsem állt meg. A sorompó pár másodperc múlva már le is csukódott, és jött a vonat. Csupán a szerencsém múlott, hogy nem lett tragédia. A nő felelőtlenségének ára több 10 000 forint bírság, és 8 büntetőpont lett. Az országban 2022-ben közel 40 ember vesztette életét vasúti átjáróban történt balesetben. Tolna vármegyében is volt az elmúlt év decemberében egy halálos kimenetelű baleset, amikor pincehelyen a vasúti átjáró tilos jelzés ellenére egy kerékpárt toló nő a vasúti sinekre lépett, és érkezett a vonat. Az ő életét nem tudták ekkor megmenteni. A tragédiák és súlyos balesetek elkerülése érdekében a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal közelítsük meg. A síneken és közvetlenül előtte tilos előzni, emellett üzemzavart jelent, ha egyik fény sem világít. Nagyon fontos az, hogyha a vasúti átjáróban piros jelzés van, és még a fénysorompó vagy esetleg egész sorompó nem csukódott le, vagy nem indult meg a sorompónak a mozgása, akkor sem szabad már tiloson áthaladni. A vasúti átjárónak a jelzése csak akkor szabad, hogyha fehér villogó jelzés van, és meggyőződtünk arról, hogy vasúti jármű nem közlekedik a sineken. A szóvivő hozzátette, hogy a tilos jelzés a gyalogosokra és a biciklisekre egyaránt vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. Az egyenruhások arra kérnek mindenkit, hogy minden esetben tartsák be az előbb említett szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha biztosak benne, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást. Ismét díjazták Szekszárd büszkeségeit. Serleggel, pénzjutalommal ismerték el a 2022-es év kiemelkedő eredményeit. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő elmondta, fontos, hogy díjazzák a tehetséges sportolókat, hiszen ők Szekszárd város hírnevét öregbítik. Többek között Studer Zsuzsanna, a Tolnai Vármegye székhely női kosárlabda csapat edzőjének munkáját is elismerték a Szekszárd büszkeségei 2022 díjátadón. Idén a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a rendezvénynek. Igazából ugye két díjat kaptunk, először is ugye a csapat a HEP Kupa győzelmünkért, amit a tavalyi szezonban szereztünk, én pedig az edzői munkáimért, amit eddig az elmúlt két évben csináltam, ennek volt az elismerése ez a díj. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő elmondta, egyebek mellett azért fontos, hogy díjazzák a kiemelkedő eredményeket elérő sportolókat, mert ezzel Szekszárd város hírnevét öregbítik. Olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, edzők, egyesületek vezetői kapták meg ezt a díjat, akik valamivel kiemelkednek a többi ember közül, és ezt szeretnék, azon kívül, hogy ők egyszer már erre büszkék magukra, mert a saját közelükben megkapták az elismerést, de azt szeretnénk, hogy tudják, hogy mi is büszkék vagyunk rá, tehát az egész város büszke rájuk. Szinte minden sportágban adtak át díjakat, 45 egyéni, 7 csapat, illetve művészeti elismeréseket is kiosztottak. A szervezők szerint sikerült eredményesen zárni a 2022-es évet a szekszárdi sportéletben. Szem- és orviszketés, kaparó, torok, ordugulás. Sokak számára ismerősek ezek az allergiás tünetek, amelyek általában először tavasszal jelentkeznek. Hiába van még csak január, már megkezdődött az idei pollen szezon. Az enyhe időjárás miatt megkezdődött az idei pollen szezon. A mogyoró virágpora már eléri az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az éger, a ciprus, a tiszafélék, valamint már a kőris virágpora is jelen van a levegőben, azonban koncentrációjuk jellemzően még alacsony. A tünetek az allergén típusától és az allergiás reakció súlyosságától függenek, mondja a házi orvos. Némi köhögés, és ugye az aszmára hajlamosak azok köhögnek is, de jobbára a szénanátha.
Ez az egyik leggyakoribb panasz, az emberek mintegy 10-30%-át érinti az egész világon, előbbi a megfázáshoz hasonló tüneteket okoz. Szelek is eléggé keverik a polleneket, úgyhogy számíthatunk arra, illetve számítottunk is arra, hogy az allergiák korábban kezdődnek, és mivel az a tanácsunk az allergiás betegeknek, hogy a várható idő előtt kezdjék legalább egy hónappal az allergiagyógyszert, ez itt kudarcba is fulladt ez a törekvés, mert erre most senki nincs felkészülve. Az allergia egyébként az immunrendszer túlműködésének következményeként fordul elő. A szervezet általában védi a testet a betolakodóktól, például vírusoktól és baktériumoktól, amelyek betegségeket okozhatnak. Az allergiás emberek immunrendszere azonban az ártalmatlan anyagokra, például pollenek, háziállatok szőre, poratka is úgy reagál, mintha káros lenne, és emiatt olyan folyamatok indulnak el az emberben, amelyek védekeznek ez ellen. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, sőt, szövődményként asztma is jelentkezhet. A régió hírei után fontosabb Baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Tartani tudjuk a gazdasági növekedést. Az infláció ellenére is stabil a magyar gazdaság. Mohács 500 logó és kisarculat szakmai felhívás. Az istentiszteleteket megtartják, és beázástól sem kell már tartani Nagy Árpádon. 30 pályamű érkezett az építészeti tervpályázatra. Lantos Ferenc neve fémjelzi a fiktív múzeumot. Pénteken is sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen. A nyugatias szél az ország északi felén több felé megélénkülhet. Hajnalban mínusz 12, mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben 2 és 7 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!